Az ipari park közművesítésére nyert pályázatot Komárom önkormányzata Ógyalla településsel együttműködve a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési programban. A projekt lehetőséget biztosít a már meglévő ipari park bővítésére. Közel 600 millió forintos beruházást tudunk megvalósítani majd Komáromban, és ennek az önereje, mivel határon átnyúló pályázatokról van szó, mindössze 5%, tehát egy kiemelt jelentőségű és a mi szempontunkból kiemelkedően jó finanszírozású, bár természetesen itt is a mi pénzünkről van szó az Európai Uniós forrásokat tekintve is. Ennek köszönhetően mások, amikor ugye a gazdasági válság beütött, és igazából mindenki próbálta a költségeit visszafogni, leépíteni, ugye mi is nagyon sok intézkedést tettünk ebbe az irányba is, de a másik szemünk mindig egy picit a gazdaság fejlesztése, a munkahelyteremtés fejlesztése mellett volt, és 2011-ben indítottuk el, vagy fejeztük be ennek a kisajátítási eljárásnak a végét, amikor a mögöttünk látható közel 40 hektárnak a tulajdonjogát meg tudta szerezni az önkormányzat, és hogy ez mennyire pozitív döntés volt akkor, ezt az idei év bizonyítja majd, mert nagyon remélem, hogy néhány héten belül örömteli híreket tudunk majd afelől mondani a komáromiaknak és a régióban élőknek, hogy nagyon sok olyan cég van, aki kimondottan zöldmezős beruházásra keres területet, és ilyet nem tudtunk volna ajánlani egyébként, hogyha ez a terület nem lenne a birtokunkba, és akkor sem tudnánk ajánlani, hogyha ezt a pályázatot nem sikerült volna elnyernünk. A tájékoztatón Cunyiné dr. Bertalan Judit kormány megbízott is részt vett. Maga az új Dunahíd megépülése és maga az az infrastruktúra, ami ezzel a pályázattal itt kialakítható, mindaz a közvilágítás, szennyvíz, ivóvíz és mindazok a közútfejlesztések, ami itt ezen az ipari parki területen közel 1 kilométer hosszan egy útépítést jelentenek ezzel párhuzamosan, lévén, hogy a város mellett van az ipari park, egy gyalog és kerékpárút megépítése is, úgynevezett egyesített gyalog és kerékpárút megépítését is jelentik. Azt a biztonságot nyújtja, hogy valóban azzal a híd megépítését követően várt gazdaságélénküléssel együtt nem csak a jelenlegi, hanem a későbbi beruházói igényeket is a város ki tudja szolgálni. Így elsősorban munkahelyeket teremtve a város mellett megtérül ennek a beruházásnak a haszna. Ezek az infrastruktúrális beruházások azt szolgálják, hogy az ide települő vállalkozások minél előbb meg tudják kezdeni a működésüket.